élethez kell egy kis őrültség, ez az idézet Rejtő Jenőtől származik, és azt hiszem, hogy ezt szinte szó szerint vettük, amikor pár alkotótársammal együtt úgy döntöttünk tavaly nyáron, hogy belevágunk Rejtő Jenő a Szőke ciklon című regényének színházi adaptációjába. Ez egy hatalmas regény, nálunk mégis öt színész játsza, hiszen a történet főszereplője maga Rejtő Jenő, akinek nagyon kevés idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy az új regényét leadja a kiadóhoz, és éppen ezért elmegy egy gépíró lányhoz, és ott próbálja tolba mondani neki a regényt. Minden körülmény rémesen alakul, mert a lány éppen akkor költözött be az új lakásába, ott van az apukája, a költöztető, átjár a szomszéd, de végül valahogy Rejtő ezekből a figurákból megfőzi ezt a történetet. Így készítettük el ezt az előadást a Játékszín és a Szegedi Szabadtéri Színház koprodukciójával tavaly nyáron, és nagyon örülünk neki, hogy az Óbudai Nyárra látogat július 1-én Őze Áron, Földes Eszter, Szeregnyei Béla, József Imre és Csonka András szereplésével. Nagyon várjuk a találkozást. Pesti ember volt Rejtő Jenő, úgyhogy szerintem az a közeg, ami Óbudán van, nagyon fog passzolni az előadáshoz. Nézzék meg!